Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ahogy ígértem, kedves nézőink, először ma a Magyarok kenyere programról beszélünk, hiszen minden eddiginél szélesebb körben a Kárpát-medence jószerűvel teljes gazdatársadalmát bevonva szervezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége ezt a programot. A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem. Dunaújvárosban jártunk, erről majd egy beszámolót természetesen láthatnak. A kezdeményezés célja, hogy a kárpát-medencei magyar gazdák búzatermésük egy részét a nemzeti összefogás keretében ajánlják fel a határon innen és határon túlélő, arra rászoruló gyermekek megsegítésére. Ugye ezt a programot Bőte Csaba, ferences rendi szerzetes Csaba testvér találta ki, és 2010-ben történt ez, és 2011-től pedig karöltve a jó szándékú magyar gazdákkal és a kamarával elindult. Én azt hiszem, hogy ez egy csoda program, vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős vezetője, alelnöke. Tiszteletem. Tisztelettel köszöntöm. Hát igen, ilyenkor én ott voltunk ugye Dunaújvárosban, ott volt Jakab István, az országgyűlés elnöke, alelnöke, a MAGOSZ elnöke, illetve természetesen ön is, mint a kamara képviselője, amelyet Varga Imre István vendéglátásával, aki a kamara megyei elnöke, történt meg. Jó volt ezt nagyon nézni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig megerősítés nyer, hogy hol legnagyobb a baj, legközelebb a segítség. Igen, felemelő dolog ilyenen részt venni, évek hosszú sora óta. Egy ténykérdés, hogy a kamara megalakulása, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulása óta elsőként és hát résztvevőként messze menőkig felkarolta ezt a programot. Nem is lehetett volna másképp tenni. Az a gazda, aki termeli a búzát és termeli az ország kenyerét, az igenis gondolhat azokra a magyarokra is, akik a határon túl vannak. És az ottani magyarok is gondolnak mi ránk. És ez a búza összeöntés, a magyarok kenyere megsütése, tehát a közös kovászból, ez az együvé tartozásnak az egyik legszebb formája. Igenis, az ember lelkébe kellenek ezek a szépségek. Kellenek, mert igenis tudjuk, hogy minden handba, minden rögbe ott vannak az őseink tudása, az őseink tapasztalata. Tudjuk jól, hogy teljesen mindegy, hogy a nagy Magyarország volt, történelmi Magyarország, vagy a szűke pátriánk vonatkozásával. Minden gazda az elment katonáskodni, vagy tanulmányokra szerte a világba, de utána hazajöttek az ősi földre, az ősi rögök közé, hogy hát évtizedek múltán röggé váljanak maguk is, de az ő szellemiségük, azok ott vannak e rögök között, és ott vannak a búzaszemek között. És ilyenkor igenis tisztelet a jelennek, tisztelet a múltnak, és valahol példaadás a jövőnek, hogy mind az a magyar ember, aki a Kárpát-medencébe, ha bizonyos jogi határokon túl is keveredett, és a politika keverte, az ezeken az alkalmakon össze tud jönni. Az a másik része ennek a dolognak, hogy igenis tevőlegesen segít embereken, de nagyon szépen mutatja a szám, hogy növekedik is az összmennyiség, és ennél többet is össze lehetne gyakorlatilag gyűjteni, hiszen a magyar gazda az adakozó, és jó értelemben nem kell kiszedni és elszedni tőle azt, amit megtermel, hanem őszinte szívvel adja. És a darabszám is lényeges, hiszen tavaly 5040 gazda vett részt ebbe, idén már 5500. Tehát valahol azt mondom, hogy nem is az összegyűjtött mennyiség, nem is az egy ember vagy egy gazda által adott mennyiség nagysága a fontos itt, hanem az az együvé tartozás, az a gondolat, amit az egész 15 millió búzaszem
és a Magyarok Kenyere program hordoz, az a történelmi beliség, az a együvé tartozásnak minden szinten való érzése, ami ott megvalósul. És itt csak mellékesen tesszük hozzá, hogy természetesen Csaba testvér felé is, és a kárpátaljai magyarok felé is, hát nem csak ez a liszt átadása, vagy búza átadása történik, hanem számtalan segítség vetőmagtól kezdve oktatásig, különféle gazdaprogramokig, és ez így van rendjén. És ez így kell, hogy legyen, és lehet, hogy ennek a szellemiségét maga ez a 15 millió búzaszem Magyarok Kenyere program is megadta és segítette, hogy ez a fajta szemlélet és az együvétartozásnak minden szemlélete a gazdáknak a tudatába beépüljön, és az adakozó kedvük és adakozásuk ilyen szintre kerüljön. Köszönöm mindenkinek, aki részt vesz ebbe. Én nagyon-nagyon magaménak, most jó értelemben nem úgy vallom magaménak, hogy én találtam volna ki, hanem nagyon örülök annak, hogy részese lehetek ennek a programnak, és számtalan rendezvényén ott tudok lenni. Mindig meghatódottsággal érzékeli ezt az ünnepet, aki ott van. Így van, hiszen, és köszönjük Korinek professzornak, aki hozzátette a magáét, hiszen a mozgalom másik elindítója ő volt. Egyébként Fejér megyében több mint 200 gazda jelentkezett, ez is rekord, nagyszerű dolog ez. Igen. Úgyhogy ezúton is köszönjük. Most viszont foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy a Kamara Képzési Igazgatósága meghirdetett egy programot, ez volt az, ahol egész országban 18 agrárszakképző intézmény, a Szakmakóstoló Hét. Tehát ez egy pályaorientációs program. És már számtalanszor beszélt, július 19-én volt a vége egyéb iránt, de számtalanszor esett már szó arról, hogy rendkívül nagy szükség van a fiatalokra az agrárgazdaság, hiszen tetszik, nem tetszik, előregedett a szakma valamilyen szinten. És ezek remek példát mutatnak a kamara kezdeményezései. Hát a generációváltás szükségességét erről már számtalanszor beszéltünk. De mindig az a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk a jövő nemzedékét erre a pályára orientálni. Tehát hogyan nem lesz szitokszó a gazda, mint ahogy azzá vált a paraszt kifejezés, pedig tudjuk jó, hogy ez egy nemes megfogalmazás minden tekintetben. Tehát az már későn van, amikor általános iskola után gimnáziumba kezdünk bármit kezdeni, vagy még később. Ezért az Agrárgazdasági Kamara elhatározta, hogy 5-től 7-es korig próbálja orientálni az arra affinitást érző gyermekeket ezzel a pályakóstoló héttel. Igazából ez azt jelenti, hogy ugye a duális képzés is, kooperatív képzések, tehát mindazok, amik a középfokú intézményekbe, a szakközépiskolákba, szakgimnáziumokba létrejöttek, azokat is bevonva, és különösen a gazdákat, feldolgozókat, mezőgazdasági üzemeket bevonva, megfelelő látványossággal, a látványosságot nem negatívan értem, hanem munka közben ismerhetik meg a gazdálkodás fortéjait. Tehát igenis, elmennek azokba a képzőintézetekbe, elmennek ugye azon a héten azokhoz, a gazdákhoz, azokhoz a területekhez, hol akár most a pékcukrász, akár a lovász, akár a falusi vendéglátó, és most hagyd ne soroljam mind a 10 területet, amit a idei évben megmutattunk, láthatják. A idei évben a Bács-Kiskun megyébe egy pilot program keretében bentlakásos egy hetet csináltunk ezeknek a diákoknak. És a legvégén a szülőket is bevontuk ebbe az interaktív tevékenységbe oly módon, hogy a ott levő hallgatók, vagy hát a látogatáson résztvevő érdeklődők a szülőknek megmutatták
az adott szakma fortéjait, tehát különlegességeit, és az a pár gyermek, aki, vagy tanuló, aki a legsikeresebb volt, az első három helyezett, ősszel visszajött az egész osztályával ugyanilyen program, és megmutathatjuk nekik, hogy mit láttak azok, akik vihetik ugye a szakmáknak a jó hírét. És mi sem mutatja ennek a kísérletnek, amit már azt kell mondanom, hogy ennél egy kicsit több, tehát ennek a programnak a sikerét, mint hogy a őszi rendezvénysorozatra már most 6900 jelentkezőnk van. Ez fantasztikus. Mi sem gondoltuk volna, hogy ennek a szülők körébe is, és az iskolák körébe is ekkora sikere lesz. Igen, tehát, mert eljutottunk addig, hogy eddig ugye a paraszt szó okán is, hogy föld, vetés, aratás és ennyi, holott az állattenyésztési ágazat, a növénytermesztési ágazat, élelmiszeripar, feldolgozóipar, falusi turizmus, tehát falusi vendéglátás, meg annyi olyan lehetőségeket kínál a fiataloknak, amit vétek kihagyni, és úgy tűnik akkor, hogy az önök kezdeményezése nyomán a szülők szép lassan rádöbbennek, hogy nem csak íróasztalok léteznek ezen a világon. Hát igen, meg egészen más dolog azért a Magyarok Kenyere programban előbb is említett ősi földön gazdálkodni. Hát kint a természetbe, az összes nehézsége ellenére, a sár, meg fagy, meg hideg, de hát az egy csoda. Ott lenni, és akár az állatok között is, tehát állattenyésztést folytatni, ez mind maga az a szépség, amit ha nem ismertetünk meg, akkor nem lesz utánpótlás. És igenis itt szoktam azt mondani, hogy minden egyes gazda tegye meg, hogy beülteti maga mellé az unokáját, saját gyermekét, tehát ugye kortól függően. Hagy ismerje meg! Hogy emlékezzen arra, hogy a papa mellett ott ültem a kombájba, a traktorba. Ezek mind nagyon fontos. Együtt etettük az állatokat, mindegy apával, papával, mamával, mert ezek mind örök emlékek tudnak számára lenni, és valamilyen módon nyomot hagy abba, hogy igenis az állatot szeretni kell, a növényt, a talajt szeretni kell, mert abból van mindenünk, az élelmünk, és hát sokunknak szerencsére a munkánk is. Igen, hát a vidéki foglalkoztatás bővítés, a települési önkormányzatok földhasznosítási lehetőségének egyre inkább a kiszélesítések hasznosítása az óriási feladat, hiszen a helyi mezőgazdasági termelés fontos, illetve az agrártermékek növelése nem különben. Én azt gondolom, hogy ez egy remek út, és hát köszönöm önnek, hogy megtisztelt, és természetesen további jó munkát kívánok, hiszen azért lesz dolguk bőven az aratással is, meg az összes többivel. Mi pedig folytatjuk, ahogy ígértem a nézőknek, a Magyarok Kenyere program Dunaújvárosi találkozójáról készült egy film, és hát akkor ezt nézzük meg együtt. Köszönöm a meghívást! Az Agrárkamara Fejér megyei szervezete ebben az esztendőben Dunaújvárosban rendezte meg az országokon átívelő adományozás napját, amelyen a szakmai szervezetek képviselői erősítették meg elkötelezettségüket a jó ügy iránt. A program díszvendége Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke volt. A jövőnk alapját az adja, amit ma elértünk, amit ma tudunk adni a mának, a hagyományaink tekintetében tisztelve a múltat, és a fiatalok számára megjelenítve a jelent, és megfogalmazni a jövőt. Nekem az volt ma a legfontosabb érezni, hogy az emberek önként, őszintén, tisztán, felelősséggel, jó szívvel, tiszta lélekkel eljönnek egy szombat délben, és elhozzák az adományaikat. Mert tudják, érzik, hogy akik szükséget szenvednek, azoknak ez nagyon nagy jelentőségű. Én úgy érzem, hogy ez az összefogás is, sok ilyen összefogás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence magyarsága együtt van. Együtt van a munkában, együtt van a sikerekben, együtt van a közös küzdelmekben, együtt van a mások segítésében egyaránt.
azt tudom mondani, hogy az a régi mondás érvényes, hogy egy kenyéren vagyunk, mert együtt vagyunk a munkában, együtt vagyunk a sikerekben, együtt vagyunk a kudarcokban, együtt vagyunk az örömökben, együtt vagyunk a bánatban, tehát mi egy kenyéren együtt dolgozunk meg mindenért, és együtt érezzük annak az eredményeit is. A siker ízét is együtt kell, hogy érezzük. És az, ami most zajlik, ez képessé teszi azokat a nehéz sorsban lévő, azokat a szükséget szenvedő gyerekeket, akik esetleg árvaházakban vannak, akik nagyon nehéz körülmények között. Csaba testvér, aki az utcáról szed össze őket, vagy éppenséggel más területeken, gyermekotthonokban, Kárpátalján, nagyon nehéz körülmények között. És ezek a gyerekek, ezek értékes emberekké válnak, mert kapnak segítséget, kapnak egy kinyújtott kezet, kapnak fedelet a fejük fölé, és kapnak élelmet, és kapnak lehetőséget a tudás megszerzésére. Galambos Dénes a térség miniszterelnöki megbízottja örömének adott hangot, hogy a gazda közösség ismét hitet tett a programban megfogalmazott célok megvalósítása mellett. Nagy örömmel adtunk lehetőséget és helyet Dunaújvárosban, és itt ebben a kiváló, épp ebben a Bartók Színház épületében, annak a jótékonysági rendezvénysorozatnak, amelynek ugye az az alapvető vezérelve, hogy hogyan lesz ebből a kiváló búzából, 15 millió búzaszemből, nézem a molinót itt a teremben, magyarok kenyere, hogy függ ez össze? Azért függ ez össze, mert a jótékonysági lánc révén, amelyet ez az akció takar, és már nem is gondolom, hogy akcióként lehetne mondani, ennek kiváló, több évre visszanyúló kezdeményezés, amely a határon túli és a Magyarországon levő szociálisan rászorult intézmények részére adva a lehetőséget, hogy gazdáink, és itt most a Fejér megyei gazdáknak szeretnék köszönetet mondani, úgyis, mint Dunaújváros térsége fejlesztését felelős miniszterelnöki biztos, akihez a vidéki települések is annyiban tartoznak, hogy Fejér megye az ország egyik éléskamrája, és a mezőföld, amelynek egyik igazgatási központjában vagyunk, hozzácsatlakozott települések, Mezőfalva és a többi települések adony kiváló adottságúak. Nagyon köszönjük a gazdáinknak, hogy ezzel az adománnyal, amellyel ma éltek, eljut odáig a búza, hogy liszt és kenyér lesz belőle, és a rászoruló gyermekek kapják. Nagy tisztelettel köszöntöm helyről is Bőte Csaba szerzetes urat, aki ennek az egész akciónak a révén gyakorlatilag a határon túli gyermekekre fókuszálta a figyelmet, és ezt folytatni fogjuk a jövőben is. Ilyen adottságú megye, mint Fejér megye, és ilyen adottságú része, mint a Mezőföld, ez kiválóan alkalmas arra, hogy jó minőségű búza alapanyagot termeljünk, és jó minőségű kenyér alapanyagot is. A vendéglátó Fejér megyei kamara elnöke Varga Imre István köszönetét fejezte ki annak a 200 gazdának, akik idén is segítették a Magyarok Kenyere programot a térségben. Az idei évben is nagyon segítőkészek voltak a gazdák, több mint 200-an ajánlottak föl adományt, így az idén is nagy sikerű lesz ez a jótékonysági kezdeményezés, aminek köszönhetően a kárpátaljai rászoruló magyar gyerekeknek tudunk adományokat eljuttatni. A kárpátaljai szervezeteken kívül még a Fejér megyei szociális szervezeteknek, valamint a Máltai Szeretetszolgálatnak is tudunk eljutatni adományokat a gazdák bőkezű felajánlásainak köszönhetően. Bízunk benne, hogy továbbra is folytatódik a gazdáknak ez a jókedvű adakozása, a hozzáállása, és a jövőben tovább növekszik az adakozóknak a száma. Bőte Csaba ferences rendi szerzetes üzenete megerősítést jelent minden adományozónak. Adja az a jó Isten, hogy áldás legyen a szántóvető ember munkáján, hogy a gyönyörű Kárpát-medence minden asztalára jusson bőséges, tápláló kenyér. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és engedjék meg, hogy ezután a film, illetve a tudósítás után Csaba testvér Bőte Csaba ferences rendi szerzetes üzenetével búcsúzzam önöktől.
Írja ő, hogy adja az jó Isten, hogy áldás legyen a szántóvető ember munkáján, hogy a gyönyörű Kárpát-medence minden asztalára jusson bőséges tápláló kenyér, imádságos szeretettel, Böjte Csaba. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!